Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. Méghozzá nem mással várunk benneteket, mint a Sztárliga következő 9. adásával, és ha 3-mal osztható szám, az egyet jelent a futammal, mert hogy újabb futam következik a helyszínünk, Detroit, a szigetes pálya, tehát a Belleisle-i pálya, és nagyon komoly versenynek nézünk elébe Jackass-szel. Szerintem, hogy amúgy mindig elfelejtett, és megint ő Bencit... Most már begyakoroltam. Begyakoroltam, viszont igen, az a baj, hogy begyakoroltam a következő adásra is. Üdvözlöm én is a nézőket, sziasztok! Itt nagyon versenynek nézünk elébe, érzem, hogy itt most futamot fogunk látni, hát csak azért is, mert Dani a pole pozíció, gyorsabbnak tűnik, mint a mai pilóták, viszont nagyon könnyű hibázni. Az első egy-két kör az nagyon nehéz lesz, amíg be nem melegszik. Úgyhogy ez egy ilyen orosz rulettnek néz ki. Igen. Bármi nyerhet szinte. Nézzük és azért meg még egyszer a rajtsorrendet. Ugye Danuka mellett Bogi indul, a két volt GSC-s csapattárs. Igen, aztán pedig ugye Szújó Zoltán, orosz kommentátori csapat. Így van, mellette Hien, Nyungentán Hien. Jó Zolinak Szabó Gábor is 5. helyen. Igen, az is szép eredmény. Aztán Engine-t a 6. helyen. Egyébként ez van, Dani, amit mondtam is, hogy vannak csapatok, amik kiemelkednek a mezőnyből, ugye privát pilótákból, ugye most beugró pilóta, ő ugye a 6. helyezett, Knight. Knight. Ugye ott van egy másik privát pilóta, ugye Hien, és ott vannak az élmezőn. Ez mit szólsz? Hát igen. Kíváncsian várom, hogy mit tudnak, nagyon szép időket futottak, én azt gondolom. Ugye Jackass itt az előző adásban rátapított egy fontos lényegre, nevetetesen azt, hogy ugye itt a versenyzők egy-egy pilótának a kocsiját kapják meg, de ugye ezt mindig ugye így játszottuk, hogy ugye egy pilótának egy kocsiját kapják meg. Magyarul, ha jól sejtem, akkor magának a pilótának a vezetési stílusát is, meg a ami van. Volt ezzel kapcsolatban egy kis probléma, és ügy lett a menedzserek ligájában. Tehát én azt gondolom, magát a versenyzői... Sok múlik azon, hogy mit kap meg. Hát hogyha most azt mondom, hogy mondjuk Hient egy jó csapatba akarod betenni, és olyan nevet írsz át az ő nevére, aki szerepelt a futamon, akkor minden valószínűség szerint ő is jó fog szerepelni. Tehát ezzel lehet egy kicsit játszani. Lehetséges, igen, igen. De menjünk tovább, ugye Dolos Pacsirták, Zoltán, ő a 7. helyen végzett, aztán pedig ugye a GSC Attila, a Team GSC-ből a 8. helyen, aztán Rózsa Gyuri, aki az utolsó percekbe hajtott ki a pályára, vitte a 9. helyre a Big Duet csapat autóját, Jennifer Lopez az én autómmal, amit én szerettem volna megkapni Dolos Pacsirtákkal a 10. helyen, aztán a másik Big Duet-es csapat a dél a 11. majd jött a Ági Kursi, igen, egymás után. Így van. Ismét egymás után behozták az autókat, aztán jön ugye Bence, a Karométer Berenceivel, aztán Italian Factors-szal, Ciao Maia, soha nem tudom megtanulni. Ő lett a 15. Hát ezek már itt ugye olyan helyezések, amik nem lesz egyszerű pontot szerezni, de meglátjuk. Aztán ugye Mouton, a francia privát pilóta, ugye rally pilóta, ő ezt már elbeszélt Uganival. Majd jön Petkunk a piros marbisokkal, megint csak egy jó rajthely. Majd jön Feke, a Remélyük, hogy még ez a sorrend, mert ugye kezdenek most már pilóták menni köröket, úgyhogy reméljük, hogy ez a rajtsorrend. Nyilván a gép az megigyezte a sorrendet, van, csak ugye van, például Gulácsi Péter, aki a legvégéről indul, ő már futott helyre. Kört. Ja, reméljük, hogy nem lesz, mert akkor már... Biztos nem lesz gond. De most már megyünk is. Igazából az utómezőny az tök mindegy, mert... Így van. Hát még talán azok, akik itt kommentátorok, meg ilyesmi, azokat említsük meg. Tehát Bence 14. Én ugye a 23. helyről rajtolok, az megint nem túl jó hely. Lőrinc Gábor 25. helyről rajtól, a Eurovisions csapata, a Demcsán Zsuzsa megint nem szerepelt jól, illetve Vágó István se. Igen. Erotikus lovasok Kuki, nem ment jól, Polina se.
Max Zoli pedig ugye az utolsó helyre került, ez kicsit meglepő, de meglátjuk, hogy... Utolsó előtti. Na. Látja az utolsó. Hú, viszont nem, viszont remélem még be lehet állítani a kocsit, jó van. Ez nagy hiba lett volna. 29 autó, ezen a szűk pályán nagyon nehéz lesz. Ankoljál még egy kicsit szerintem hozzá. Ennyi a max. Ja. Hát reméljük, hogy elég lesz. Jó. Akkor, beállítottad a setupot is? Igen. Csak a kamerát kell beállítanom. De rossz. A szárnyat nem állítottad, de mindig. Jó. Nézzük. Ez az, gyönyörűen eljött Dani. És az első kör az nagyon tapogatós lesz, már most kicsúszik egy kicsit. Ezt kérem újra, mert arra koncentráltam, hogy még mi az, amit még... Meg még egy dolgot szeretnék csinálni. Még egy dolgot szeretnék csinálni, gyorsan ezt a fajta beállítást. Köszönöm. Első körbe légy szíves. Én csitítom magamat, jó? Ezt most nagyon nem fogottam el, és szeretem. Itt el kell venned a gázt, meg különbözik, mint ezt mondjuk. Fék. Aki szépen eljött mögötted, de nem támad egyelőre. Mindenki nagyon óvatos, mert a gumi nagyon hideg. 30 fékek. Most egy kemény féktáv jön, fék. Mi kell valahogy élni az első kört, ez borzalmasan nehéz. Akkor szólj, ha nagyon közel vannak hozzám. Bent a gyújt. Aki a harmadik helyezettel csatázik, hogy úgy láttam, hogy Rózsa Gyuri talán jót rajtolt. Mindjárt megkapod azt, csak azt akarom nézni, hogy mikor melegedik be. Fogottan. Látom. Ezt egy gyorsabb hanyar, aztán rögtön egy nagyobb féktáv lesz. Vasfék. Ez is egy nagyon nehéz hanyar. Majd itt közel volt a fal. Hú. Ogi is megcsúszott, de ő is megfogta. Ez nem megcsúszás volt, hanem elfelejtettem, hogy még van a kanyarból. Hát meg ezekkel a hideg gumikkal nagyon nehéz. Nem, ez abszolút versenyző hiba volt részemről. Elfelejtettem, hogy még van abból a kanyarból. Hopla. Ugyan is most már jön a egyenes, ami rávezet a cél egyenesre. És szerintem még egy kicsit itt az elejét, azt még... Jaja. Basszus, még nem elég meleg a kerék. Most 70 fokat most érik el. Jó. És majd mindjárt fékezni kell. Fék. Ez egy nagyon nehéz kanyar itt. Ez a féktáv, ez pokoli nehéz. És nagyon könnyen elcsúszni a falnak. Ilyen a privát pilótát, akit ugye dicsértem. Mert majd nagyon óvatosnak lenne. Nagyon szépet rajtolt, és legyűrte Bogit. Lejött a második helyre, Bogi maradt a harmadik. Állít ugye a másik privát pilóta, akkor a negyedik. Most egy privát pilótának az életét teszem tönkre, ha nagyon elrontom a dolgokat. Nem. Attila pedig, a GSC Attila pedig az ötödik helyen van. A GSC csapata ismét hol szerepel. Bogi és Attila is a pontszerző helyeken. Előző versenyen is dupla pontszerzés könyvelhettek el. Annyi csúsz kell, de már majd kezdenek melegedni. Ez már rendben van, Nyugi. Érezhető, még az izgalom van még bennem, hogy még az elején vagyok a versenynek. Nagyon szoros, mindenki szinte egy másodpercen belül van az első háromba. Egyedül Knight és Attila van egy picit jobban lemaradva, ők 6 másodperc, de... is. Nagyon szoros, egy másodpercre van csak Bogi, illetve ilyen is tőled, úgyhogy nagyon óvatosnak lenne. Nem mondtuk még, opszi, nem mondtuk azt, hogy a egész bajnokságra a 70-es lesz a nehézség. Nem tudom mennyi lesz, nem az a törés. Sok kanyarban kellett még fékeznem. Majd megnézzük, tehát azt akartam mondani, persze, hogy... Persze, pályafüggő is lehet, vannak kifejezetten nehéz pályák, itt vigyázz. Vannak kifejezetten nehéz pályák. Csak gyorsan, hogy fejezem be, az ellenfelek nehézségét nem változtatjuk. Így van. Marad el a 70-es. Annál nehezebbek. Azt hiszem 80-ra van beállítva, de nem merek meg. Itt volt egy kis szakadás a képben. Rohadj meg. Pokolian gyorsak mögötted. Már majdnem egy másodpercen belül volt.
Nogi, illetve Hien is. Előtt kell aggódni. Nincs meg az előnyöd, ami az időmérőn előjött, az most nincs meg. Láthatóan nagyon nehéz a verseny. Hien is támadja Bogit, illetve Bogi támadja Hien, próbálna visszaelőzni. Nagyon komoly kettőjük csatája. És bár Hien egy másodpercen belül van, már csak 9 tizedre van tőled. Folyamatosan zárkózik föl. Bizonyos akkor szektorokban szóval, ő a jobb. Rám jött. Ezt mindenképp szólok. Bizonyos szektorokban ő a gyorsabb, bizonyos szektorokban te vagy a gyorsabb. Szerintem most már ember van. Az első szektorban, te vagy a jobb, aztán az utolsóban visszazárkózik. Végig. Ez az... Szerintem most már ember van a gumi, úgyhogy kicsit fújhatok. Még mindig így fejben egy kicsit ideges vagyok, tehát felhők vannak így a fejemben. Aki kifékezte Hient, nagyon durva csata volt kettőjük között, és ennek köszönhetően most egy picit lemaradt a 3 másodperce. Ezzel most te jártál jó. Új, de közel volt a fal. Hozzámentem, csak szerintem ez sérült. Törti. Nem tudom, hogy a törés, de a törés is túl magas, 70. Nem? Pedig állítottunk rajta. Hiányzik, hogy megsérüljön az autó, és így már újra itt vannak mögötted. Igen, mert én most ki akarom tapasztalni, hogy sérült-e a kocsi. Egyelőre gyönyörű, sérült. Amit csinál. Jól van, próbáld meg tartani. Balra húz. Vagy próbálnod kell tartani egyelőre, nem hiányzik egy box, mert akkor végre visszaesod. Vége. Mondjuk annyit max akkor lehet, hogy építesz egy előnyt, de hát egyelőre még nincs. Neked még újdonság, tapasztaltunk olyat, hogy vagy lehet, hogy ezt már mondtuk az előző futam során. A próbafutamnál az történt, mindenki kiment a boxba, kivéve én. És miért? Mert mindenki úgy állította be minden AI magát, hogy kell neki egy box, miközben pont ha teli pakolod a kocsit, akkor pont végig tudsz vele menni. Értem. Hát ez majd egy pályától. Elvileg, hogyha ugyanez a logikát követjük, akkor elvileg ezeken a rövid futamokon annyi előnyöm van az AI-kkal szemben, hogy ezeket a box utcákat ki lehet játszanom. Tehát magyarul egy 20-25 másodpercet rájuk tudok venni azzal, hogy én nem megyek ki boxba. Attila nagyon gyors. Attila feljött a harmadik helyre is. És a két GSC... És a két GSC és a második, harmadik helyen van. Bogi visszatért, és ugye Attila is adott a harmadik helyen. Ő gyönyörű, amit csinálsz, visszatért egyelőre Danuka, a régi sztárligás Danuka. Láthattunk ilyen szép versenyeket tőle. Ha esetleg kiesel, akkor is azt mondhatjuk, hogy azért vezetted a futamot és szépen mentél. Egyelőre nagyon szenvedés. Ugyanakkor ezek nagyon zavarnak engem, hogy időnként ilyen egy-két tizedre megáll a képernyőm. Igen. Hogy miért. És azt, nagyon hogy balra húz, ez még inkább igen, az nagyon-nagyon nagy nehezítés, az nagyon, és nagyon sokat is veszít el vele. Egy másodpercre van Bogi. Mennyi? Egy. Egy, kereken egy. Pik. Sok. Jó. Á, most Bogi támadja Attilát. A Bogi itt is. Már Bogi támadja Attila. Attila fel akar jönni. Olajvíz. Egyre nehezebben lehet vezetni az autót, valószínűleg a gumik is túl melegszenek, így is sérült. De most azzal ne foglalkozz. Majd a következő, ottan a következő nem hosszú egyenesnél megnézzük. Foglalkozz vele. Az engem is érdekel. Foglalkozz vele. Se tudsz mit csinálni, ha túl melegszik is túl melegszik, most azzal ne foglalkozz. És aki durran? Durran. Mentem már olyan gumival, hogy 170, most mondjuk 180. Nagyon csúszkáltam, de nem kaptam defektet. Hát jó, csak... Most azra kell összpontosítani. Ugye azt ne felejtjék el a kedves nézők, kikapcsoltuk a műszaki meghibásodást az AI-knál. Nálad sem lesz mechanikai probléma. Ettől nem kell félni, nem fog elfüstölni a motorod. Azzal foglalkozom, hogy már egy másodpercen belül van szinte. Igen, az első Ula. Szektorban nyerek. Viszont a többiben ők visszahozzák! Fogé, és jönnek, mint a kettet, ami nem egy állj! Egy másperc, hú, de szépen visszatámadtál! Bázd meg! Nyomjad, és összeértek! Itt a vége. Ej!
Ez onnan veszett el, hogy ők megforgattak egy kicsit, éreztem, hogy nekem jöttek. Jó, ezt ki kell dobnom, ez vezethetetlen innentől kezdve. Se első, se hátsó szány. Box. Hát, box most. Hát, hogy még mindig elég hidegek. Nem. Es, a ez jobb első, az még... Bazd meg! Egy ide kár ért. De sportoljunk? Nem. Nem, már nem első körbe voltunk. Bazd meg. Attila volt nagyon agresszív, ott össze is értek is ott. Az de próbáltak így gyorsítani, hogy visszaverd a támadást, csak ugye eljött. Az volt a hiba, hogy felidegesítettem magamat azon, hogy nem tudtam hozni rajtuk több tizedet igazából. Itt 2-3 tizedet akartam volna rájuk hozni, és az felidegesített engem, hogy nem hoztam rajtuk egy darabot sem. És, hát, mindeközben, amíg én ezen gondolkodtam, addig nem vittem a tempót a célegyenesben, és emiatt jöttek rám. És onnantól kezdve meg azt már láttam, egyszer, csak, hogy Campes Dolores. Majdnem egy két oldalról kezdtek előzni. Igen, mert sebességkülönbség volt, mert nem a sebességre figyeltem. Áj, Dani. Egyébként, amíg tartott a csata meg a verseny, az nagyon... Ez a régi sztárligás idő. De sérült autóval így tartani, meg jó időket is. Tartottad folyamatosan az 1 másodperceket. Attila autó is lehet, hogy egy picit sérült, mert már hiány meg is szép hiány! Visszaveri a támadást, biztos, most hogy is, biztos, hogy ők is sérültek egyébként. Tehát van egy olyan érzésem, hogy Bogi is sérült, tehát mind a kettőjüktől ezúton is elnézést kérek. Én azt gondolom, hogy mind a ketten ebben a helyzetben megsérültek, tehát nekik sem könnyű most a versenyük. Bogi visszaesett a 4. helyre, viszont jól jártak, mert ugye így, hogy ott megpördülti, a Jennifer Lopez brigádja viszont megállt szinte a pályán, hogy ne menjen neked. Igen. Az első 4-es, 5-ös elszakadt. Igen, most itt egy kicsit a versenyszervezőknek is mondanám azt, hogy ezt elpadták, mert hogy nem küldtek be safety kárt itt ennél, ezt tartottam le volna a leginkább. És konyarokon kellett Hien és Attila egymás mellett folyamatosan, és egyszerűen nem bírja megelőzni Hien. Visszaveri Attila, nagyon szép, amit ketten csinálnak. Nagyon agresszív Attila, már látszott, hogy téged előzött is. Attila, azt ne felejtsük el, a 7. helyről jött fel, ha jól számolom. Folyamatosan előzött. Ezt mondtam, hogy a GSC csapata nem véletlenül vezeti a VB-t. Brutális az autójuk, de a kettőjük. Maginak is és Attilának is, nagyon erősek. De már most már nagyon feltartja a mezőnyt Attila, folyamatosan esik rá mindenki. És most megy el Hien. Igen, sérült a kocsi. És megy Bogi is. Bogi is megpróbálja megelőzni a féktávon. Sőt, ott más valaki. Az engine-át. De igen. Ez úgy jóval. Most öten jól összetalálkoztak. Ő azt hiszem az 5. helyről rajtolt. Valóban ő is van. És már Bogi Jennifer Lopez is kezdődött védjük. Csapattás. Ugye belassította most a őket. Attila elengedi-e Bogit a csapattár? Nem, de elengedte. Hát és ez nem elengedés, hanem rossz híván volt. Hát, és ez meg a tovább nem menet erre az mindenki elmegy Attila mellett, látszik sérült a valószínű autója, ennek az autója. Valószínű Knight is meg fogja mindjárt előzni. Szóval jó is elment. Jennifer Lopezék is. Hát én de sajnálom ezt a kiesést, pedig tényleg jó volt, meg szép volt. Ezért mondtam, hogy ne bízd el magad az időmérő miatt, mert ez a pálya pokoli nehéz, és a gumikat nagyon be kellett osztani. Folyamatosan. Mindenembe volt. Itt az adottam el, hogy arra koncentráltam, hogy kiépítsek egy előnyt. Ja. Ez abszolút Dani hiba. És ezt szerintem sajnálni is fogom. De figyelj, ez jó volt azt látni, hogy nem, az, tehát nem azért vezettél, mert annyira óvatos voltál, nyomtad neki, folyamatosan határon mentél. Jó időket autóztál. Ez benne volt. Benne volt egy győzelem, vagy egy dobogós mindenképp. Egyenesben nagyon otthon értek. Aztán, amikor Attilával küzdöttél, ott azt lett elrontva, hogy visszavetted Attila támadását. Késő fékeztél is. Ezáltal megelőzött. Meg ugye a falba csúszt.
Az első kanyárnál megpróbáltam volna azt a driftinget kihasználni, csak most nem jött össze. Azt, amit így, kicsit így tudok én. Bogi vezet, viszont hiennek a második helye az azért lesz jó, mert szinte biztosan mondom, hogy az elég lesz neki arra, hogy bejusson a főversenyünkre. Ugye ne felejtjük el, a főversenyünk, hirtelen akartam mondani. Nézd, oda megint nem ugrik be a versenyünknek a helyszíne. Mindegy, lesz egy utcai pálya két futam után. Ott leszünk majd főversenyben, oda biztos, azt gondolom, hogy biztos be fog kerülni hiány, bár ez most nem volt egy bátor kanyar ív tőle. Rá is húzta magára Szújó Zoltánt és Attilát is. Szújó meg is fogja előzni így hiányt. Hoppá! Bogi egy picit közel volt a falhoz, ha egyáltalán nem ütközte le. Viszont hiány még mindig tartja a második helyet, Szújó viszont átveszi a harmadik helyet Attilától, de mindjárt visszatámad Attila. Nagyon-nagyon komoly itt a meccs egymás között. Ugye a GSC biztos, hogy tartani, biztos, hogy meg fogják őrizni a csapat összetettet, ezzel, hogy ugye két pilótájuk itt van a top 5-ben. Mondjuk itt van Rózsa Gyuri is, most már kezd érkezni, ő is a mezőnybe. Hú, ez nagyon erős csapat lesz ez a Big Duet, így. Hú. Igen, ugye csatában vannak. És Angie Knight, honnan? Szép! Hát Attila, tényleg valami van azzal a kocsival időnként, azt érzékelem. Lopez. Mennyi van még? 10 perc. 10 perc van még hátra, továbbra is Bogi vezet, viszont nagyon közel van hozzá Hien, meg is előzte őt. Úgyhogy idáig vezetett Bogi. És megint Hien vezet. Ugye ne felejtjük el, a privát pilótáknak egy céljuk van, bekerülni a főversenybe. Aki bekerül a főversenyre, az valószínűleg itt lesz a jövő évi versenyben is. Tehát ő rájuk nagyon oda fognak figyelni a privát pilótákra. Igen, igen, igen. Ugyan számít, hogy jó eredményt érjenek. Megint nem jut eszembe a nagy versenyünk helyszíne. Akkor neked mi lesz a következő futam, amit te beneveztél? Nürburgring. Németország. Jó. Tehát akkor Nürburgringben leszünk következő alkalommal. Hát arra nagyon kíváncsi leszek. Egyrészt megvan-e meg kellendő box utcait, igazából nekem az a nagy kérdésem. Közben Szújó megelőzi Bogit kegyetlen módon. Nem tudok jobb szót használni. Ez kegyetlen volt. És Rózsa Gyuri! Hol előzi meg Bogit? Még nincs vége a dolognak, mert itt most a Bogi van jó íven, de ez kegyetlen volt megint ez a kanyarív. Hát így Szújó Zoli kezdi utolérni bizony Hient. Hát még 10 perc, vagy inkább 8 van még hátra itt a versenyből. Ez nagyon kemény. Nézzük, hogy hogy vágytok ott hátul. Felfüggesztés hibám volt egyébként. Ugye Jackass jelenleg a 22. helyen, Lőrinc 26., Borkó 23., tehát a másik piros Marbi is nagyon hátul, Petko 17. Ez az egyes rajtszám, ez úgy néz ki, hogy nem annyira kellemes. Teher. A másik Force kommentátor is a 9. helyen, Szabó Gábor ugye. Csobot Adél most 11., tehát tényleg nem az van, hogy
itt most mind a ketten nagyon-nagyon erős pilóták, csak Rózsa Gyuri szerintem az, akinek sikeresen mennek a különböző akciói. Gyuri! Szépen megelőzi Szújó Zolit. De jön a visszatámadás, mert nem volt jó az ív. Aj, de nem sikerült, ráadásul Bogi is megelőzi Szújó Zolit. Nagyon bátor ív volt ez Szújó Zolitól, vagy bátor kockáztatás. Vesztett vele. Hihent egyelőre még nem érték utol, de már közelednek rá. Ugye privát kocsival versenyező, ugye itt a kártnál ezek a privát kocsik olyan kocsikból lettek összeállítva, amely egyfős csapatokat tartalmaz. Tehát elvileg ők kisebb költségvetésű csapatokként tekinthetem őket a kártban. Tehát elvileg a papírforma Rózsa Gyuriéknak. Azt gondolom kedvez, és bizony közelednek is rá. Én hol vagyok jelenleg? 20-valahányadik. Ojjjjjjjjjjjj. 22. Őrint a 26-dik, én a 22. Hát itt gyakorlatilag egymás mellett vagytok még. Itt van egy jókora nagy szakadás a Schifrin után, Bence. Tehát Schifrin után van itt egy fél perces szakadás. Olyan, mint hogyha ők már kimentek volna boxba. Hú, akkor viszont még inkább sajnálhatom, mert ők megint az van, hogy ők kimennek a boxba. Még én ugye... elvileg box nélkül vittem volna végig. Rózsa Gyuri! Más hívet próbált meg, de hiá most nyugodt volt. Mert hogy utolérték most már őt. Úgyhogy megy az első helyért a csata. Rózsa Gyuri nagyon jó íven van, de hiá nagyon szépen lezárta azt az ívet. Viszont most Rózsa Gyuri nagyon jó ívet talált, és megvan. Átveszi a vezetés Rózsa Gyuri. Nagyon erős csapat lett ez a Big Duets, vagy nagyon erős kocsit kapott ez a Big Duets csapat. Nagyon erős kocsit kaptak. És Szújó Zoli pedig betalálta magát a GSC szendvicsbe, és megpróbálja Bogit megelőzni. Csak közben hátrafele is kell figyelnie, meg ott van Attila. De komoly a verseny. És ő rájuk már érkezik mindjárt Hien. Egyértelműen Hien egy picit inkább visszafogta magát. Érthető indok, hiszen gyakorlatilag én kijelentem, hogy biztos résztvevője a verseny, az utcsó verseny, illetve az utcai pálya főversenyének. Sőt, ki is jelenthetem, biztos résztvevője, mert nem hiszem el ezt a pozíciót, nem hiszem el, hogy más a következő Norris-Indy versenyen tudják utánozni hárman vagy öten. Viszont Attilára megérkezett a másik privát pilóta, Engie Knight, akinek viszont egy kicsit nehezebb a szituációja, ugyan ő neki egyel kevesebb lehetősége van bejutni, hiszen ugye Hien előtte van. Úgyhogy neki azért lehet, hogy egy kicsit hajtósabbnak kell lennie. Viszont érkezik mögéjük Jennifer Lopez. Pilló, akinek jó hangja van, és most körbe táncolja neked. Ja,
Mindjárt vége a futamnak. 2 perc van hátra. És ugye Rózsa Gyuri szépen megelőzte Hient. Viszont érkezik Bogira, illetve Bogi rá Hienre. És úgy látom, hogy Boginak sikerült leszednie magáról Szújó Zolit és Attilát. Úgyhogy Hiennek most lassacskán lehet, hogy figyelnie kell Bogira. De lehet, hogy inkább előre kell figyelni, mint hogyha támadni akarja Rózsa Gyurit Hien. Lehet, hogy most egy kicsit pihent és vissza akar vágni az első helyért az utolsó 2 percben. Még egy köre van. Igen, ez az utolsó kör, ez egyértelmű. Nézzük, hogy sikerül-e megelőzni előtt valahol. Leginkább az a erős kanyarvétel, fékvétel az, ami lehet neki esélyes. Most már utolérte Hien Rózsa Gyurit. Ez lehet az egyik lehetőség itten. Szerintem meg fogja próbálni. Hiennek nincs veszíteni valója. De neki most bizonyítani kell. És még nincs meg. Ajj! De közel. Viszont itt megvan a sebesség, mert Rózsa Gyuri nem volt a jó íben. Csak neki külső íben kell mennie Hiennek. Ajj! De közel. És itt fognia kell. És megvan. És megvan, és közben érkezik rá Bogi is. Új, de nagyon meccs. De Bogit megelőzi Szújó Zoli. Az igen. Minden igaz. De még egymás mellett vannak, viszont Hien nem tudja megelőzni Rózsa Gyurit. Nem tudja megelőzni Rózsa Gyurit, ez az utolsó előtti kanyar. Itt az utolsó kanyar, és Rózsa Gyuri meg fogja nyerni ezt a versenyt. De Hiennek így is biztosított a továbbjutása a főversenyre. Úgyhogy Hiennel biztosan találkozni fogunk a főversenyünkön. Rózsa Gyuri tehát megnyerte, Hien a második helyen a privát pilóták részéről, Bogi a harmadik helyen, negyedik helyen Szújó Zoli, ötödik helyen Attila, hatodik helyen Angie Knight, hetedik helyen Jennifer Lopez, másik dalos pacsirtánk Zoltán Erika, nyolcadik helyen a másik beat duet Csobot Adéllal a 9. helyen, és Szabó Gábor az, aki még pontot szerez a Force Commentatoris részéről a 10. helyen. Roger Federer 11, Mihály Schifrin 12, Bence a 13. és itt van az, amit mondtam, hogy itt nagyon nagy volt a szakadás. Feke Pali 14, Vágó István 15, Múton 16, Petko 17, Kóki 18, Kapás Bogi 19, Palik 20, Csáumia 21, csak megmaradt a 22. hely Jackassnek, Borkónak 23, Gangsta Zoli 24, Gulácsi Péter 25, Lőrinc Gábor 26, Demcsák Zsuzsa 27, és Csicsolina lett a 28. És sajnálhatom ezt a futamot nagyon. Ideges voltam itt ennél a futamnál, egyértelműen ki kell mondanom. Hát, de szép volt a rajt, és szép volt az első párkör. Na, és akkor a következő futam az már a Norris Ring lesz majd, és nagyon reméljük, hogy izgalmas lesz a verseny, ott tudunk majd jelenlegi állást, összetettet is mondani, illetve azt is meg tudjuk mondani nektek, hogy jelen pillanatban ki az az 5 privát pilóta, akik ott vannak az utolsó vers, illetve a negyedik futamunkon, ugye a főversenyünkön, ami megint nem jut eszembe, szégyellem magamat, hogy merre van. Nézd már meg nekem, Jackass, hogy a Norris Ring után hova megyünk? A Detroit. Finit. Norris Ring után Finit. Az 1 órás futam helyszínen nem ugrik neve, nézd már nekem meg. Azt nem volt felé. De. Hát megneveztük mi a fő versenyünk. Nem volt. Phoenix volt csak. Phoenix, azaz, köszönöm. Ja, arra gondolsz, azt mondtad. Igen. Tehát Phoenixre kvalifikálta magát Hien ezzel a szép eredménnyel. És szerintem azért Angie Knightnak is azért azt lehet mondani, hogy biztosított ezzel a 6. helyen. Van egy nagyon kis esélye azért arra, hogy ezt elveszítse, de szerintem megvan ezzel a Phoenixi részvétel. Nos, hát akkor előtte viszont még egy Norris Ring,
és remélhetőleg ott már biztos pontszerzés, mert hogy ott azért kellenek most már ezek a jó eredmények, és remélhetőleg össze is fogom azt gyűjteni azt a helyezést, mert ismerem azt a pályát, tehát az már egy kicsivel könnyebb lesz. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönöm Jackass-nek a kommentelást, találkozunk akkor legközelebb. Sziasztok! Hello!